Az Akadémia sorozatban már sokan megfordultak. Volt itt meccset megfordító Plague, Prima Pig Gameplay, és összehasonlítottam két túlélő játék stílusát is. És a legutóbbinál elég nagy volt a kontraszt a videóban látható két playstyle között. Ma pedig újabb két túlélőkört veszünk jobban szemügyre, és megpróbálok nekik a meccsek során különböző tippeket adni. Szervuszok, üdvözlök mindenkit! Ha érdekelne, hogy milyen szép pillanatok születtek egy Huntress és egy Nemesis ellen, valamint különböző csészeket segítő tippek se lennének ellenedre, akkor tarts velem! Ugyanis becsengettek, és kezdetét veszi a DBD Akadémia következő órája. Azonban még az óra megkezdése előtt szeretném megköszönni a csatornatokok támogatását. Nem tudom, tudjátok-e, de rengeteg videóban segítenek a felvételek rögzítése közben, és mikor nem is tudnak ott lenni, akkor is hatalmas mértékben járulnak hozzá a csatorna fejlődéséhez és a különböző nagyobb projektekhez. Illetve külön köszönet a képernyőn látható gyártásvezető és produkciós asszisztens tagoknak. Illetve kérlek, engedjétek meg, hogy videóban köszöntsem a csatorna legújabb produkciós asszisztensét, Derezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztál a tagsági rendszerhez, és remélem jól fog szórakozni a különböző tagexkluzív videók nézése közben. A mai Akadémia videóban ugye újabb két játékos felvételét fogjuk megvizsgálni. Mind a kettejüknek egyébként viszonylag hasonlóan alakult a meccsük végkimenetele, és nem mellesleg hasonlóan is játszottak. De azért volt kettejük között némi apró különbség. És leszeretném szögezni még a videó leges legelején, hogy egyáltalán nem a két szemét szeretném összehasonlítani. Ahogy ez nem volt a célom az előző túlélős videónál sem. Sokkal inkább azt szeretném megvizsgálni és tényleg összehasonlítani, hogy kettejük játék stílusa miben egyezett, vagy épp miben különbözött. De mindenféle további időhúzás nélkül, kezdjünk is neki az első körnek, amit Bobby küldött. Bobby szerintem egy nem túl meglepő szóló Q-build-e jött. A self-care botani segítségével fel tudja magát healálni, ha nem tudna senki sem segítségére lenni, míg a Windows csészekben tud segíteni, a flashbanggel pedig igazán izgalmas playeket lehet véghez vinni. A meccs elején egyébként semmi érdekes nem történik. Bobby felmegy a main buildinges generátorhoz és elkezdi szerelni. Miután befejezi, kivesz egy flashbanget és nem sokkal később pedig kezdődnek az izgalmak. Itt amúgy számomra meglepő, hogy nem próbált megdobni a Huntress. De láthattunk egy jól időzített flashbanget. Ami nem mellesleg meg is nyerte Bobbynak a Huntress elleni első csészét. Ezután Bobby elkezdte magát healálni, amit végül megfejezve valamivel gyorsabban, és némi generátorkeresés után ismét csak belebotlott Niával a gyilkosba. Ez egy teljesen kezdő Huntress lenne. Igen, ott valóban érdemes figyelni arra a falra. Hát ezek szerint egy valóban kezdő Huntress szábobékkal szemben. És ismét elvesztette őt a gyilkos.
Engedjétek meg, hogy egy kicsit reflektáljak az előző üldözésre. Bobby, láthattuk, hogy mindig próbálta keresni, hogy éppen merre van Andres. Ez egy nagyon jó és hasznos dolog, amit rengeteg jó túlélő csinál, hogy a gyilkossal ellentétesen tudja helyezkedni, ezzel húzva a Chase idejét. Azonban Bobby egy érdekes taktikát választotta kettő egymáshoz igazán közel lévő raklapok megjátszására. Mégpedig azt, hogy beállt hozzájuk és megvárta, míg Huntress odaér, hogy ledobhassa őket. És ez első neki gondolásra jónak tűhet, mivel nem tud téged megütni a gyilkos, viszont pont Huntress ellen nem ez a legjobb döntés. Ugyanis annyit kellett volna csak csinálnia a gyilkosnak, hogy felemeli baltáját, miközben Bobby ledobja a palettet, és amint futott volna el, már le is tudta volna dobni, ezzel rövidre zárva a Chase-t. Ehelyett én azonban azt javaslom, hogy főleg egy Huntress-szel szemben próbáljatok meg minél tovább a raklap és lóp körül futkározni. Ugyanis ha elkezdi felemelni a baltáját, de te futsz tovább, akkor lényegében egy kis plusz távolságot nyertél, és még meg se tudod téged sebezni. Illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy Huntressnek mindig fix találata van, szinte, ha a túlélő egy animáció közben van. Ez alatt ugye a raklapok ledobását és az ablakokon vagy paletteken való átúrást értem. Ilyenkor ugye semmit nem tud csinálni a túlélő, és ha egy kicsit is tapasztalt Huntress-szel áll szemben, akkor pillanatokon belül a földön tudja magát találni az ember. Úgyhogy összességében egyáltalán nem volt ez egy rossz Chase, viszont akár még mind a két raklap meg lehetne. Már ha Bobby megpróbálta volna ezeket megjátszani, és picit futkározott volna még körülöttük, mielőtt ledobta volna. A Chase után Bobby felgyógyította magát, majd neki látott egy generátornak. Közben a többiek megcsináltak még egy gent, és miután Bobby is befejezte az övét, már csak egy generátort kellett megcsinálni a túlélőknek, Huntressnek pedig még mindig nem volt egy akasztása sem. És mivel épp egy sérültet kergetett a gyilkos, Bobby megpróbált segíteni bajba jutott társának. Tékelni ugyan sikerült, de megnek még így sem sikerült elmenekülnie. Miután Bobby befejezte hiejét, megindult meghez, akit épp előtte szedtek le, és meg is indulhattak a kapuhoz, amit Jane elkezdett nyitni. Csak hát oda is kéne érni valahogy, főleg, hogy Noah-es a nyuszi. Ennyire endgame-ben már simán repülhet a seggpelet a lelkiismeret furdalás nélkül is, pláne ha még egy flashbanget is sikerül hozzátenni. A hoodon pedig lehet is látni, hogy meg nagy eséllyel a Noah-et szedi éppen. Így is van, most már azért egy picit biztosabbnak érződik a kijutás. Szép, ezt a palettet már meg is játszotta Bobby. Innen igazából pedig már nyert ugye is van. Mondjuk ez egy veszélyes útvonal volt, amit választott, de jött Jane tékelni, úgyhogy minden rendben lett. És egyből térjünk is rá a következő körre, amit Babsi küldött. Babsi is egy teljesen jó build-el jött. A Windows és Light jól tud jönni csészelés közben, az adrenalin meccsfordító lehet a kör végéhez közelítve,
A Proof Dice-el pedig megkönnyítheti a szerelést. Illetve egy Brand New Part is bekerült a nehéz pillanatokra készülve. Egészen pontosan mire szvingelt a Nemesis, vagy csak nem ő is egy kezdőgyilkos lenne? Egy újabb rejtélyes swing. Jó, hát egyem a csepp szívét, ő is kezdőgyilkos. Ez egy szépen kivitelezett FOV tech volt, már ha jól sejtem a szándékot. Meg is értem a gyilkost, hogy egy jó 2 perces chase-ből már inkább eltávolodik és megpróbál valaki mást elkapni. Viszont Babsi üldözését is vegyük egy kicsit szemügyre. Így csak nézve, teljesen olyan volt egyébként, mintha Babsi folyamatosan tippelgetné fejben, hogy hol lehet a gyilkos. Viszont ez azért volt számomra érdekes, mert amúgy meg nem sokszor nézett maga mögé. Hátra-hátra pillantott ugyan, de többször is beleszaladt a gyilkosba, aki nagy eséllyel nem tudja használni a lunge-eteket, emiatt pedig nem tudta megütni Babsit. Viszont ajánlom, és nem csak Babsinak, hanem mindenki másnak, hogy próbáljátok meg hátra nézni, miközben titeket üldöz a gyilkos. Főleg, ha egy elég veszélyes loopnál vagytok, mint amilyen ez a 4 falból álló tákolmány is. Ugyanis, ha a gyilkos megpróbál titeket levágni, és ti hátra néztek chase közben, akkor tudtok erre reagálni, és még tudtok időben fordulni. Ellenkező esetben sűrűn találhatjátok majd magatokat olyan kellemetlen helyzetekben, mint amikben Babsi is, hogy jóformán farkas szemet nézett a gyilkossal a semmiből, mivel pont akkor nem fordította hátra a kamerát. Illetve ehhez még annyit hozzáfűznék, hogy legyetek magatokkal türelmesek. Eleinte szinte zavaró és egyáltalán nem áll kézre, hogy folyamatosan hátrafelé mozgasd a kamerát. Illetve kell is hozzá egy külön koordináció, hogy miközben hátrafelé nézel is előre menj, és akkor a fordulások, szóval na. Nem nagy eséllyel fog elsőre tökéletesen menni. Viszont rengeteg szituációban tud életmentő lenni, hogy időben tudsz reagálni a gyilkos mozgására. Babsi így már fél sikernél tart, hogy próbálja fejben monitorozni a gyilkos mozgását, de ha kicsit sűrűbben néz maga mögé, vagy arra, merre a gyilkos lehet, akkor kevesebb lehetősége lett volna a Nemesisnek minél közelebb kerülnie hozzá. A chase után Babsi keresett magának egy generátort és el is kezdte szerelni. Illetve be is tudta fejezni. Úgyhogy már csak egy generátor volt hátra, és a gyilkosnak még mindig nem volt egy akasztása sem. Nekilátott egy újabb gennek, és a többiek is befejeztek egy másikat. Miután pedig az utolsó generátor is elkészült, Nemesisünk végre szerzett magának egy down-t.
ez a kapunyítás pont meg lehetett volna, ha nem hagyja abba Babsi és kezd el szó szerint belemenekülni a Nemezisbe. Legalábbis én szólók jó játékosként biztos, hogy kinyitottam volna a kaput, és ha kapok is egy hitet, spuriztam volna ki a tábortűzhöz. De szerencsére nem őt követte tovább a gyilkos, és mivel ki lett nyitva a másik kapu, ezért sikerült biztonságban kiérni. Most pedig térjünk is rá Bobby és Babsi osztályzására. Kezdjük is a csészkészséggel. És ez egy érdekes helyzet, ugyanis Bobby sokszor kapkodta hátra a fejét, viszont olyan volt kicsit, mintha nem lenne tisztában a Huntress elleni Chase veszélyeivel, és többször is érdekes megmozdulásokat hajtott végre. Ellenben Babsi fejben követte a gyilkost, gyakorlatban valahogy kimaradt a kamerával való lekövetése, ami miatt pedig többször is veszélybe sodorta magát. És szerény véleményem szerint tagadhatatlan, hogyha egy kicsit jobban képbe lettek volna a gyilkosok, akkor nagy eséllyel mind a kettejük el lett volna kapva. Úgyhogy Bobby a már-már túlságos vakmerősége miatt, Babsi pedig a kellő körültekintés hiánya miatt hármas kaptak ebben a kategóriában. A következő a perk használat. Bobby mindegyik perkét szépen ki tudta használni a körben, ellenben Babsi már nem volt ilyen szerencsés. A Lighton és Windowson kívül igazából se az Adra, se pedig a Prove nem volt használva a körben. És noha ez szimpla bal szerencse, nem lehet amellett elmenni, hogy lényegében négyből csak kettő perkel játszott Babsi. Úgyhogy míg Bobby ötöst, addig Babsi egy nagyon is erős hármas kapott. Végül pedig a játékérzék. Bobbynak szerintem teljesen helyén volt a játékérzéke. Nem ragaszkodott erőszakosan a self-keres gyógyításhoz, mert tudta, hogy kevesebb idő, ha meghíleli fel. És csapat játékossága is megcsillant a játék végén. Illetve Babsi is teljesen hatékony volt. Mikor nem volt rajta a gyilkos, egyből nekilátott egy generátornak, és kellően körültekintő volt, mikor lehetősége volt elkerülni egy-egy csészt. Úgyhogy itt mind a ketten egy-egy ötöst kaptak. Úgyhogy Bobby végül egy 4,3-as átlaggal, Babsi pedig egy 3,6-os osztályzattal zárta a kört. Nagyon szépen köszönöm Bobbynak és Babsinak, hogy elküldték felvételeiket, és remélem azért tudtam nektek segíteni, hogy hogyan válhattok jobb túlélők ki a tippekkel. Úgyhogy GGVP mindkettőtöknek, így tovább. Illetve köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek a videót. Ha szeretnétek ti is bekerülni az akadémiára, akkor nincs más dolgotok, mint elküldeni 1080p felbontású MP4 formátumú körötökről készített felvételeteket a goosebumpno22@gmail.com e-mail címre. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot, és iratkozz fel a Goosebumps YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!